Ugyan minden évben megrendezik ezt az eseményt, az idei mégis különlegesebb, hiszen 20. évfordulóját ünnepli a Márvány fotóműhely. Két évtizeddel ezelőtt alakult meg a fotóklub Békéscsabán, az akkori Márvány cukrászdában. A Márvány fotóműhely 1997. februárjában alakult. Bazsó Imre sajnos, aki már nem lehet jelen közöttünk, mert tavaly márciusában betegség folytán elhunyt, ő alapította a klubot. Ez úgy történt, hogy hárman, négyen, öten összejöttek, és eldöntötték, hogy sokkal jobb lenne, hogyha a fotózás Békéscsabán egy szervezetszerű klub formájába végeznék, és így elhatározták, hogy ezek után rendszeresen fognak találkozni. Akkor még nem volt hely, és így a Márvány fotóműhely, a Márvány cukrászdába jöttek össze minden héten, ahol vitték a képeket, beszélgettek egymással, bírálták a képeit. A Márvány cukrászdát követően új helyszínt kellett keresniük a fotóművészeknek, így eleinte az akkori ifjúsági házban, majd kis idő elteltével az éppen megnyíló lencsési közösségi házban gyűltek össze, és mind a mai napig ez az épület a Márvány fotóműhely otthona. 2001 óta hagyomány, hogy a Magyar Kultúra napja alkalmából a fotósok legszebb munkáit kiállítják az épület nagytermében. A lencsési közösségi házban 2001 óta hagyomány, hogy megemlékezzünk a Magyar Kultúra napjáról, amely ugye nemzeti imánk a himnusz születésének a napja, vagy egy eseménnyel, vagy egy rendezvénysorozattal, így van ez ebben az évben is, ez szerencsésen egybeesik azzal az évfordulóval, hogy 20 év alakult meg az intézményünkben működő Márvány fotóműhely. Egyébként 2001 óta egyetlen egy állandó elem, vagy visszatérő elem volt mindig, amely kötődött a Magyar Kultúra napjához, ez pedig az volt, hogy megnyitottuk a Márvány fotóműhelynek az éves aktuális kiállítását. Az ünnepélyes keretek között zajló kiállítás megnyitóján a köszöntő beszédek előtt a Ne felejts népdal körvezetőjének, Bukai Istvánnének az előadását hallgathatták meg a résztvevők egy népdal formájában.